Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják hétfőn este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. 2022-ig 11 alapítvány és 12 egyesület összesen 347 helyi közösségépítő rendezvényt rendezhetnek Kecskeméten, közel 250 millió forintos támogatásból. Országos kiállítással és Molinó kampánnyal nyitottak meg szombaton délelőtt a tavaly ősszel bezárt közművelődési intézmények. Több mint 1700-an látogattak el az elmúlt három napban a kecskeméti fürdőbe, amely május 14-én nyitotta ki újra kapuit. Összesen 347 helyi közösségépítő rendezvényt szervezhet meg, közel 250 millió forintos támogatásból. A civil szervezeteket a közösségépítő Kecskemét helyi közösség segítségével valósíthatják meg szakmai projektjüket. A nyertesek kihirdetése mérföldkő a városi közösségépítés és a közösségi terek kialakítása érdekében létrehozott projektben. Csemege szőlőtermesztés népszerűsítő program, ifjúsági kulturális fesztivál, nyugdíjas napok és biblia ismereti vetélkedők is várják majd a kecskemétieket 2021-től 2022-ig. Összesen 347 közösségépítő rendezvény vár a városra, jelentették be a közösségépítő Kecskemét helyi közösség hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján. A pályázók közül, akik 250 millióra pályáztak, 23 szervezet nyert pénzügyi támogatást, volt, aki 15 milliót, volt, aki 8 milliót, és volt, aki kevesebbre pályázott. Tehát ezekből a pénzekből valósulnak meg Kecskeméten mintegy 347 program. Ezek között hagyományos programok és újítások is szerepelnek. A konzorcium például érdekesnek találta a roma hagyományápolással, gasztronómiával foglalkozó programokat és a városban élő autistáknak tervezett tandemkerékpáros kirándulásokat. A közösségépítő Kecskemét projektben a város 750 milliót költhet közösségépítésre, közösségi terekre. Ebből 637,5 millió forint használható fel a két kulcsprojektre. Régóta kérés a két nagy városrész lakossága részéről, hogy legyen közösségi házuk. Ez az egyik a Széchenyi város, a másik a Hunyadi város. A Széchenyi városban a könyvtárral egy épületben kerül ez kialakításra, mégpedig a földszinti részen. Az épület ráadásul liftet is kap majd. Ehhez a felújításhoz kapcsolódik a közterület átalakítása is, ami már megkezdődött a leginkább Aranyszarvas és környékeként ismert területen. Egy másik pályázatnak köszönhetően pedig a könyvtár bútorzata is megújul majd. A Hunyadi Városi Közösségi Ház beruházásán felül Kósafalu új játszótere is szerepel a projektben. Országos kiállítással és Molinó kampánnyal nyitottak meg szombaton délelőtt a tavaly ősszel bezárni kényszerült közművelődési intézmények. A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított eseménysorozatot online nyitották meg. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Híres Agóra is, ahol saját programmal vette kezdetét az országos projekt. Az érdeklődők meghallgathatták a Kecskemét Brass koncertjét, majd a Kecskemét Tánc Együttes műsorát nézhette meg a közönség. 14 agóra és közel 1000 közművelődési intézmény részvételével vette kezdetét a Nyitunk elnevezésű eseménysorozat. Az országos kiállítást és Molinó kampányt a Nemzeti Művelődési Intézmény hívta életre. Az országos kapunyitogató programot lakitelekről a Nemzeti Művelődési Intézet épületéből nyitották meg online szombat délelőtt. Erőteljesen megfogalmazódott az az igény hónapokkal ezelőtt, hogy amikor nyitás lesz, akkor nagyon jó lenne, ha akkor is összekapcsolódnánk, nem csak a pandémia helyzetében. Ezért három hónappal ezelőtt az agórákkal elhatároztuk, hogy amikor csak lehetőségünk lesz, és a kormány dönt a kultúrházak nyitásáról, akkor már közös nyitány legyen, ne egyedül menjenek a művődési intézmények, és ehhez, ha megpróbáljuk ehhez a közös akcióhoz minél több közösségi szintre művődési házat ide kapcsolni. Az országos megnyitót követően helyszínenként egyedi kulturális bemutatókkal, produkciókkal folytatódott a kulturális kapunyitogató program.
A kecskeméti híres agóra is kinyitotta kapuit. A megnyitón a hosszú bezárás után újra élettel telt meg a kulturális központ aulája. Ez egy komplex programsorozat. A Nemzeti Művelődési Intézet indította el egy felhívással, és abból az apropóból, hogyha részlegesen is, de nyithatnak a közművelődési intézmények. A közművelődési intézmény hálózat az több mint 3000 helyszíntől el föl, és nem hinné az ember, de 70 millió látogatót fogad egy évbe. Ennek a közművelődési intézmény hálózatnak a, fogalmazunk úgy, a zászlós hajói, az agórák. 14 multifunkcionális közösségi központ, más néven agóra van az országban. Ők roll-up kiállítással is csatlakoztak a programhoz, bemutatva az agórákat és munkájukat. Egyrészt egy csomó foglalkozás van jelen pillanatban is az épületben, oktatások, képzések, foglalkozások. Másrészt egy rövid műsort ad a Kecskemét Táncegyüttes, és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarból alakult fúvós ötös. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a megnyitón köszönetet mondott a közművelődésben dolgozóknak az online térben folytatott kreatív munkájukért, valamint azért az önkéntes segítségért, melyet az egészségügynek nyújtottak a legnehezebb pandémiás hetekben. Most újra lehetőségünk van koncerteket nézni, könnyű zenei és komoly zenei koncerteket. A nagy sikerű filmklub is indulhat ebben a hónapban. Szakkörök, tanfolyamok is, és a kisgyermekes családoknak nagyon jó hír, hogy megkezdődtek, tehát már régen folynak a nyári táborok szervezése, ami jó a gyermekeknek is, és jó a szülőknek is, hiszen egy kis lélegzetvételhez juthatnak, és a gyerekek pedig kiszabadulhatnak. A köszöntők után szombaton a híres agóra aulájában a Kecskemét Brass zenélt, a programot pedig a Kecskemét Táncegyüttes, ahogy nálunk szokás, Táncok Kecskemétről és környékéről című produkciója zárta. Alakiteleki megnyitóval, a kultúrházak életével, az esemény sorozat fontosságával kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Több mint 1700-an látogattak el az elmúlt 3 napban a kecskeméti fürdőbe, amely május 14-én nyitotta ki újra kapuit. A fürdő összes szolgáltatása már igénybe vehető, azonban a létesítmény csak védettségi igazolvány birtokában látogatható. Újra megtelt élettel a kecskeméti fürdő. Az intézmény a több hónapos bezárás után május 14-én pénteken újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A fürdő összes szolgáltatása igénybe vehető, így a vendégek használhatják az úszodazónát, az élményfürdőt, a gyógymedencéket, valamint a szaunavilágot is. Eddig 3 nap alatt több mint 1700-an látogattak el a létesítménybe. Összességében még nem érjük el a normál, nem pandémiás látogatószámot, viszont én úgy gondolom, hogy ez is egy szép szám, tehát például hétvégén 5-500 fő körül jöttek a vendégeink, és kiemelten a szauna világba, illetve az élményfürdőzónába és a gyógymedencékbe. Mától az úszásoktatások is újraindulnak. Egyrészt a Kecskeméti Sportiskola úszásoktatásai, másrészt pedig a Swimmate Pro Egyesületnek az oktatásai. Tehát most már az edzéseken, versenyeken, mérkőzéseken kívül ilyen célú sport használata is lesz a létesítménynek. A hatályos kormányrendelet alapján a fürdők csak védettségi igazolvánnyal látogathatók, illetve már le lehet tölteni azt az applikációt is, mely szintén igazolja a védettséget, így akár azt is elég felmutatni a belépéskor. Fontos azonban, hogy az igazolvány és az applikáció is csak személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt érvényes. Hétfőtől, vagyis május 17-től ismét van személyes ügyfélfogadás Kecskemét megyei jogúváros polgármesteri hivatalában. A szociálpolitikai osztálya a Rákóczi út 3 szám alatt újra várja az ügyfeleket. Hétfőtől szerdáig 8 órától 12 óráig, illetve 13 órától 16 óráig kereshetjük fel az ügyfélszolgálatot. Csütörtökönként 13 órától 16 óráig, péntekenként pedig 8 órától 12 óráig érkezhetnek az ügyfelek. A személyesen intézhető ügyek esetében továbbra is időpontot kell foglalni, amiről az igazgatási osztály ügyintézőivel egyeztethetünk. Ilyen személyesen intézhető ügy többek között az apai elismerő nyilatkozata, a házasságkötés bejelentése és a hazai anyakönyvi teendők.
A többi ügyintézéssel kapcsolatban azt kérik a kecskemétiektől, hogy ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben vagy elektronikus úton intézzék. Ha ez nem lehetséges, akkor előzetes bejelentkezés után személyes ügyintézésre is van lehetőség a Városháza Lestártér felőli ügyfélfogadó helyiségében. Az egyes osztályok elérési lehetőségéről Kecskemétváros honlapján található bővebb információ. A múlt heti szállítmány után ezen a héten újabb Janssen szállítmány érkezett a Bács-Kiskun megyei kormányhivatalba. Dr. Havasi Sándor, a hivatal igazgatója azt mondta, nagyon népszerű ez a vakcina, percek alatt lefoglalták az oltást igénylők az időpontokat. A több mint 2000 adagi Janssent a házi orvosok adják be a napokban. Már a második Janssen szállítmány érkezett meg a Bács-Kiskun megyei kormányhivatalhoz. Ezúttal több mint 2000 adag vakcinát hoztak, amelyet a megye házi orvosai adnak be a pácienseknek. Ez egy egydózisú, egyfázisú oltanyag, ami azt jelenti, hogy egy oltás elegendő a védettség kialakulásához, 14 nappal az oltás beadása után védetté válik az adott páciens. 18 év felett bárki, még a krónikus betegek is kérhetik a Janssent. A múlt héten már kaptak a házi orvosok a vakcinából, ami nagyon népszerű volt már akkor is. A visszajelzés onnan érkezett, hogy a házi orvosok megyei kollegiális vezetőjével, Mozart Csaba doktor úrral egyeztettem, és ő azt jelezte vissza, hogy felrakta az oltásszervezőbe a megkapott két ampulla, tehát 10 adag oltását, és tulajdonképpen 10 percen belül beérkeztek az igénylések, és el is fogyott az oltóanyag. A héten Moderna oltóanyag is érkezik. A vakcinát szintén a házi orvosok fogják megkapni. Praxisonként 10 embert fognak tudni immunizálni a szakemberek ebből a szállítmányból. Május 1-én vette kezdetét a Virágos Széchenyi Városért program. A versenyt a Szövetség a Híres Városért Egyesület 3 széchenyi városi képviselője hívta életre a tavalyi évhez hasonlóan. A megmérettetéshez segítségképpen a mai napon virágokat is osztottak a képviselők. Több helyszínen osztottak virágot ma délután a Szövetség a Híres Városért Egyesület tagjai. A 3 széchenyi városi önkormányzati képviselő, Szőkéné Kopp Ingrid a frakcióvezető, Dobos József és Józsa Bálint áprilisban hirdették ki, hogy május 1-e és 31-e között egy versenyre kerül sor a Széchenyi városban és az Árpád városban a legszebb kiskert címmel. Ehhez a kezdeményezéshez nyújtott segítséget a 3 képviselő a virágosztással, amelyet a Széchenyi városi kispiacon kezdtek el. A megmérettetésre bárki benevezhet személyek vagy közösségek, akik a lépcsőházuk környékén kis virágos kertet alakítottak ki. Nem feltétlenül számít a kert nagysága, hiszen van, ahol eleve nincs lehetőség csak kicsi kialakítására. Dr. Buhalla Botondra, a Kecskeméti Főiskola egykori oktatójára és tudományos rektor helyettesére emlékeztek vasárnap este az evangélikus templomban. Az okleveles kertészmérnök, mérnöktanár még tavaly április 16-án hunyt el hosszantartó súlyos betegségben. Dr. Buhalla Botond, a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kara, majd a Jogutód Kecskeméti Főiskola oktatója volt. 2000-től egy cikluson át a Kecskeméti Főiskola tudományos rektorhelyettesi beosztását is betöltötte. Buhalla Botond 1944-ben a csehszlovákiai Merényben született. A Nyíregyházi Mezőgazdasági Technikum szőlő- és gyümölcstermesztési tagozatán technikusi, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán élelmiszertechnológusi képesítést szerzett. Doktori értekezését 1979-ben védte meg, kandidátusi fokozatot 1991-ben szerzett. 1979-ben került Kecskemétre a Kertészeti Főiskolai Karra. Több ízben is vezetője volt a szőlőtermesztési tanszéknek. 2000-től egy cikluson át az Egyesített Kecskeméti Főiskola tudományos rektorhelyettesi feladatait is ellátta. Pályája során számos szakmai elismerésben részesült. Birtokosa volt egyebek mellett a Kecskeméti Főiskola aranygyűrűjének. Életének kecskeméti szakaszában mindvégig hűséges presbiterként szolgálta a kecskeméti evangélikus gyülekezetet. A megemlékezés alkalmával Kis János igazgató lelkész meleg szavakkal köszönte meg Buhalla Botond özetlen szolgálatát,
és megemlékezett kettejük személyes barátságáról is. Kétnapos MVM U18 kosárlabdatornát rendezett a hétvégén Kecskeméten a Mercedes-Benz gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia. A tornán Kaposvár, Szolnok, Kecskemét és Pécs játszott egymás ellen. Kétnapos fiú U18 felkészülési tornát tartottak május 15-16-a hétvégén. A házigazda a Kecskemét mellett a Kaposvár, a Pécs és a Szolnok csapatai léptek pályára. Van egy mondás, hogyha azt akarod, hogy önbizalmad legyen, akkor mérd össze a tudásod a gyengébekkel, hogyha viszont fejlődni akarsz, akkor keresd nálad okosabb, tehetségesebb, jobb ellenfelet. Én azt gondolom, hogy ennek a lehetősége most ezen a tornán adott. Használjátok ki ti sportolók és a szakvezetők is. A hétvégi torna célja az volt, hogy a játékosoknak felkészülést biztosítson az országos döntő előtt. A tenisportokat is magas szinten lehet művelni, és méltók legyenek azokhoz a utánpótlás műhelyekhez, bányosokhoz, amelyeket most Kecskeméten már több mint egy évtizede itt kialakítottunk közösen, kosárlabda és más labdasportok területén is. A kétnapos MVM U18 kosárlabda torna első helyezettje a Kecskemét, második a Pécs, a harmadik helyen pedig a Szolnak végzett, negyedik a Kaposvár. A díjakat Ivkovicsné Béres tíme, a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetője és Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester adta át a sportolóknak. A férfi kézilabda NB1B keleti csoportjában már a 21. fordulóban eldőlt a bajnoki cím és a feljutás sorsa. A KTE Piroska Szörp hazai pályán 23-23-as döntetlent ért el a Szeged U22-es csapata ellen, így már nem lehet letaszítani a trónról. A KTE Piroska Szörp együttese a 2021-22-es idényben az első osztályban folytathatja szereplését olyan csapatok társaságában, mint a Veszprém és a PIK Szeged, hogy csak a két BL-ben szereplőt említsük. Kecskeméten a Messzi István sportcsarnokban rendezték meg a Tatár Mihály röplabda U15 országos gyermekbajnokságot a hétvégén. A mérkőzésen 6 csapat versengett a bajnoki címért. A háromnapos versenyen Dág, Eger, Kecskemét, Budapest, Kaposvár és Szolnok küzdött a bajnoki címért. A Kecskemét szépen menetelt a vasárnapi döntőig, ahol nyert a Kaposvár ellen, bajnoki címet szerzett a Kesi. Nagy Péter a csapat edzője elmondta, komoly siker, hogy egy küzdelmes mérkőzésen jó ellenféllel szemben sikerült bajnoki címet szerezni. Kecskemét nevében Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester gratulálta a csapatoknak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. 2022-ig 11 alapítvány és 12 egyesület, összesen 347 helyi közösségépítő rendezvényt rendezhet meg, közel 250 millió forintos támogatásból. A civil szervezetek a közösségépítő Kecskemét helyi közösség segítségével valósíthatják meg a szakmai projektjüket. Országos kiállítással és Molino kampánnyal nyitottak meg szombaton délelőtt a tavaly ősszel bezárt közművelődési intézmények. A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított eseménysorozatot szombaton online nyitották meg. Több mint 1700-an látogattak el az elmúlt három napban a Kecskeméti fürdőbe, amely május 14-én nyitotta ki újra kapuit. A fürdő összes szolgáltatása már igénybe vehető, azonban a létesítmény csak védettségi igazolvány birtokában látogatható. Hétfőtől, vagyis május 17-től ismét van személyes ügyfélfogadás Kecskemét megyejogú város polgármesteri hivatalában. Önök a hírórában a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Napi információs blokkunkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, amelyben az újból nyitó közművelődési intézetek terveiről számolunk be. Ezzel kapcsolatban Cedlacsek Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója is beszél majd a szórakozásunkért dolgozó közművelődési szakemberek jövőbeni terveiről. Ezt követően egy vagánytánc kihívásnak álcázott üzenetet igyekszünk majd átadni a televízió képernyőjén keresztül, főként a házasulandóknak. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híros híreket 20 óra 35 perckor, 22 óra 10 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg.
A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Kedden már több napsütésre van kilátás, de még ezen a napon is előfordulhatnak szorványos záporok, zivatarok, északkeleten eleinte eső is. Erős viharos lesz az északnyugati szél, délután 17-22 fok lesz a jellemző. Szerdán sok lesz a felhő felettünk, és átmeneti jelleggel elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délen tartósabb eső is előfordulhat, élénk a Dunántúlon erős viharos lesz az északnyugati szél, délután 13 és 20 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Kevés zápor és zivatar csütörtökön és pénteken is lehet, több napsütésre csütörtökön számíthatunk, ezen a napon viszont még erős viharos széllökések lehetnek, északnyugati szél lesz a jellemző, a csúcshőmérséklet délutánonként 15 és 22 fok között alakulhat. Száz éve, 1921. május 16-án született Horváth Jenő színművész, rendező, érdemes művész. A Színi Akadémiát 1944-ben végezte el. Pályáját színészként kezdte Debrecenben, majd Pécset játszott. 1947-től Szegeden és Debrecenben volt igazgató, később több vidéki városban is rendezett. 1986-tól 3 évig Kecskeméten működött. Rendezéseit erőteljes színészvezetés, pontos kidolgozottság jellemezte. A Sibyl bemutatója előtt a Petőfi népe hasábjain Heltai Nándor így jellemezte. Szerénységet, eleganciát tanult Abonyi Gézától, egyik tanárától. A légkörteremtés képességét a Csodált Urai Tivadartól, a mesterség a szakma tudásának tiszteletét a legjobbaktól. Mondják, a színház az emberismeret iskolája. Vélhetően jól tanult ebben a tanodában, meg az életiskolában, az engem kicsit Németh Antalra emlékeztető, bölcs, öregedő férfi. Horváth Jenő 1994. decemberében hunyt el. Legfontosabb hangszere. Az ud, vagy más néven arablang, pengetős húros hangszer. A rövid nyakú lantok családjába sorolható, domború hátú, fogólapos zeneszerszám. A nyugati lant ebből alakult ki. Az arab zenei kultúra legfontosabb közreműködőjeként számon tartott pengetős hangszer 5 vagy 6 dupla bél vagy nejlon húros, rövid nyakú rózsafából készült intarziával gazdagon díszített instrumentum. Az arabok hite szerint az úttestét adó rózsafa életében magába szívta az ágain pihenő madarak csiripelését, ennek köszönheti különleges éteri rezonanciáját,
ezért képes magából olyan hátborzongatóan, könyvfakasztóan szép melódiákat kiadni. Nem véletlenül tekintették hangját egészen a 19. századi tökéletes gyógyírnak bármiféle betegségre. Ahogy a nyugati világban a zongora, úgy az arab világban, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten mind a mai napig az ud mesterhangszer minden hangszerek királya. A hangszer nevének általában fa, gaj vagy hajlékony ágacska jelentést tulajdonítanak, ami utalhat a hangszer anyagára, hogy a háta meghajlított keskeny szelvényekből áll, vagy arra, hogy sok keleti landféleséggel ellentétben ennek a hangszernek a teteje nem kifeszített bőr, hanem vékony falemez. A korpusz arányos cseppforma, a vele egységben lévő nyak kemény fa vagy elefántcsont, fogólapján nincsenek érintők, azaz bundok, hogy az arab zene bonyolult hangrendszereinek megfelelő pozíciók a balkész számára lefoghatók legyenek. A hangolófej kettősívben hátrahajló fa hangoló kulcsokkal. A tetőn található csomózásos rendszerű hurláb, a kemény fa koptató és kerek vagy ovális hangjuk leggyakrabban egy nagyobb és két kisebb található ezekből a lyukakból. A mai hangszerek esetén gyakori, hogy ezeket rozetta díszíti. Ez valószínűleg az európai land hatásának köszönhető. A hangszer legjellemzőbb díszítése az intarzia. Jó estét kívánok! Híróránkat kiemelő című magazinunkkal folytatjuk. Mai adásunkban az újból nyitó közművelődési intézetek terveiről számolunk be. Ezzel kapcsolatban Szedlacsek Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója is beszél majd a szórakozásunkért dolgozó közművelődési szakemberek jövőbeni terveiről. Ezt követően egy vagány tánc kihívásnak álcázott üzenetet igyekszünk majd átadni a televízió képernyőjén keresztül, főként a házasulandóknak. Már is kezdünk. Tizennégy agóra és közel 1000 közművelődési intézmény részvételével vette kezdetét a Nyitunk elnevezésű eseménysorozat. Az országos kiállítást és Molinó kampányt a Nemzeti Művelődési Intézmény hívta életre. Az országos kapunyitogató programot lakitelekről a Nemzeti Művelődési Intézet épületéből nyitották meg online szombaton délelőtt. A szervezők szerint ennek az eseménysorozatnak az üzenete az, hogy nem csupán a vészterhes időkben tartsanak össze a magyarok, hanem az élet újraindulása után is. A lehetetlenben a lehetséges. Online nyitották meg szombaton azt az eseménysorozatot, amely a közművelődési intézmények újraindulását karolta fel. Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézetből az ország több ezer településére online közvetítették az ünnepi köszöntőt. A rendezvényen Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke többek közt hangsúlyozta, ki kell törnünk a járvány okozta negatív hatások bűvköréből. A gazdasági újraindulás során meghatározóan támaszkodnunk kell a tudásra, a tehetségre. Az embert próbáló elmúlt két év tapasztalataival felvértezve gondoljuk át a feladatainkat. Az újjászületésben a kultúrának, a közművelődésnek óriási szerepe lesz. A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított eseménysorozathoz több mint 1300 település csatlakozott. A közös akció központi eseménye egy, a magyarországi Agóra hálózatot bemutató roll-up kiállítás, mely az ország 15 pontján egy időben nyílt meg szombaton 10 órakor.
Én azt gondolom, hogy a kultúra területén ez a két év, amit a pandémia okozott, hogy nem nyithattuk ki a kapuinkat, nem voltak aktív közösségi életeink, ez nagyban azért rányomta a bélyegét nem csak a rendezvényeknek, hanem a szakmai közösségeknek is. Már hónapok óta készültünk arra, látva a különböző számadatokat, az oltottsági adatokat, hogy egyszer majd csak kinyitunk, és mivel hogy mi minden héten szakmai fórumot tartottunk a mi szakmai szakembereinknek, ezért nagyon erőteljesen megfogalmazódott az az igény hónapokkal ezelőtt, hogy amikor nyitás lesz, akkor nagyon jó lenne, ha akkor is összekapcsolódnánk, nem csak a pandémia helyzetében. Ezért 3 hónappal ezelőtt az agórákkal elhatároztuk, hogy amikor csak lehetőségünk lesz, és a kormány dönt a kultúrházak nyitásáról, akkor már közös nyitány legyen, ne egyedül menjenek a művődési intézmények, és ehhez, ha megpróbáljuk ehhez a közös akcióhoz minél több közösségi szintre művelődési házat ide kapcsolni. Azért a pandémia nagyon összehozta a mi szakmánkat. Tudni kell, hogy több mint 6 hónapja együtt dolgozunk a közösségi szinterek művelődési intézményeinek munkatársaival az online térbe. És ennek az egész akciónak a sikere mutatkozott meg abban, hogy már az első nap, múlt héten szerdán hirdettük meg az akciót, és már az első nap 400 település csatlakozott, és vasárnapig mind az 1000 Molinó már gazdára talált, és azóta már közel 300-an csatlakoztak ehhez a programhoz. Tehát viszonylagosan azt lehet mondani, hogy egy hét alatt a hálózati munkának köszönhetően, ami egyrészt a pandémia szorítása generálta, de meg tudtuk mozgatni a 3155 településnek több mint az egyharmadát. Megkértük az agórákat, mint ahogyan mi is itt a Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházánál, hogy legyen a központi programnak egy közös eleme, és utána mindenki a szombati napot délelőtt, délután, sőt valaki este is még folytatja. Vannak olyan agóráink, ahol néptánc csoportjaik lépnek föl, kórusaik, azok a közösségek, akik aktívan használták is, és éltek is évtizedeken keresztül azokkal a szolgáltatásokkal, amit a közösségi szinterek nyújtottak, de vannak új produkciók is, amelyekre már készültek az online térbe a közösségek, és vannak olyan agóráink, aki esti programot, esti koncertet is ad szabadtéren. Az online megnyitón Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár is köszönetet mondott a közművelődésben dolgozóknak, azért a küzdelemért, kreativitásért, mellyel online is szolgálták, segítették az otthonaikba zárt embereket az elmúlt időszakban. Az államtitkár úgy fogalmazott, a pandémiás időszakban a kultúra, mint ágazat, folyamatosan fenntartotta az emberek lelkének egyensúlyát. Fekete Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk közösségeinkre a jövőben is. Köszönet a kulturális élet szereplőinek, akik közel egy éven keresztül gondoskodtak arról, hogy a lakosság mentálhigiénés egyensúlya az helyén maradjon. Ez a fajta egyensúly ne boruljon fel. Olyan lelki teher volt rajtunk egy éven keresztül, de ha nem kaptunk volna online koncerteket, ha nem kaptunk volna online üzeneteket, ha nem érezték volna a sztárok szájából az üzeneteket a kultúra fogyasztók különben, akkor sokkal inkább megviselt volna bennünket ez a pandémia. Helyzet. Szerintem ott álltak a gáton a kultúra szereplői, és ezért nagy köszönet nekik. Most aztán igazán nagy teher hárul rájuk, hiszen az újraindításban, az élet újraindításában a kultúra szerepe felbecsülhetetlen. Ezt ismét ki kell csalogatnunk az embereket a lakásaikból, le kell csalogatnunk a 8. emeletről őket, meg kell győznünk őket arról, hogy bizalommal merjenek bejönni a közösségi terekbe, vegyenek színházjegyeket, vásároljanak koncertjegyeket, jöjjenek be a kultúra. Az esemény sorozat egyik országos központi eleme egy nyitunk feliratú molinó kihelyezése volt. Az államtitkár ezzel kapcsolatban azt mondta, szívet melengető érzés, hogy a szombati 10 órás kezdettel több mint 1000 településen a közművelődési intézményekre egyszerre akasztották föl ezt a bizonyos molinót. 6 betű. Pirossal felpingálva egy nagy fehér papírra is, több mint 1000 kultúrház igazgató, aki kisétál a háza elé, fölmegy egy létrára és felszegezi a nyitunk feliratot a bejárat fölé. Minden benne van ebben a 6 betűben. Eddig zárva voltunk, eddig vigyáznunk kellett, és most nyithatunk végre. Kapunyitogató, egyszerre nyílik több mint 1000 közművelődési intézmény kapuja. Köszönet nekik, és köszönet a Nemzeti Művelődési Intézetnek, aki megszervezte ezt az akciót. A szervezők szerint ennek az eseménysorozatnak az az üzenete, hogy nem csupán a vészterhes időkben tartsanak össze a magyarok, hanem az élet újraindulása után is.
Pandémia, hirtelen bezáró művelődési házak, agórák, maradj otthon kampány és folyamatos bizonytalanság, rettegés a vírustól. Talán még soha nem volt olyan időszak, amikor az emberek ennyire vágytak volna a szórakozásra, mint az elmúlt évben, és olyan sem, amikor ennyire kevés lehetősége lett volna a közművelődési szakembereknek arra, hogy valódi programokat szervezzenek. Szedlecsek Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, mai vendégünk, akit köszöntök a stúdióban, jó estét kívánok! Hát egy kicsit ugye sötéten festettem le itt a bevezető szavakban a beszélgetésünket, de hát azért tényleg tavaly ősszel, amikor bezártak a művelődési intézmények, akkor szerintem egy kicsit megrémültek a közművelődésben dolgozók. Mik voltak azok a problémák, amiket először észleltek és gyorsan orvosolni kellett ősszel? Azt gondoljuk, hogy ugye egyrészt mindenkit megérintett ez a pandémiás helyzet. Mindenki érezte, hogy itt egy nehéz helyzetben is, ráadásul egy ismeretlen helyzettel álltunk szemben. Azt gondoljuk, hogy a közművelődésben dolgozók rögtön érezték azt, hogy az szolgáltatásaikat online térbe kell helyezni. Azért ez nehéz volt számukra. Nehéz megtanulni az online térben való mozgást. Nehéz az interneten együttműködni. Nem tudták, hogy milyen programokat is lehet az online térben megvalósítani. Hogyan lehet koncerteket létrehozni, vagy mi lesz most velünk. És ugye a nehéz helyzetnek mindig több változata van, eleinte még bizodalommal voltak, eleinte még bíztak benne, hogy jaj, hát csináljuk ezt a programot. Meg érdekes volt más, mint előtte. Így van. Ugye lehetett arról beszélni, hogy most végre megtehetjük azokat a feladatokat, amelyeket eddig nem tettünk meg. Tudunk a programokról visszamenőleg is egy imást adni, meg tudjuk őrizni, hogyan tudjuk, kiadványokat tudunk szerkeszteni az eddigi programjainkból. Tehát egyfajta háttérmunkára is ráálltak a közművelődési intézmények, ami azt gondolom, hogy nagyon jó volt, és nekik is szükségük volt arra, a szabályzataikat elkezdték megcsinálni, rendbe rakni. Tehát, hogy azokat a feladatokat megoldották tulajdonképpen, amelyek eddig hátrányban voltak, vagy nem volt idő rá, letároztak, tehát egy intézményi munkát vállaltak föl. Majd amikor ez már megvan, akkor ugye így szétnéztek, hogy de hát már ezt is megcsináltuk. Már mindent rendbetettünk a saját házunk. Igen, táján. Most akkor mi jön? Most akkor mit is tehetnénk még? És akkor jött tulajdonképpen ez az online térben való működés, ami azt gondolom, hogy nagyon ügyesek voltak a művelődési házak, a településeknek a motorjai, a kulturális életnek a motorjai. Tehát, hogyha ők bezárnak, akkor valahol a településen a közösségi élet is bezár, és nincs az a motor, vagy az a motorikusság, vagy intenzív időszak, ami a közösségeket létrehozza. Ugye ők azt propagálják folyamatosan, hogy nekünk embereknek mennyire jó, ha közösségben élünk. Ha valakinek valami problémája van, akkor mindig azt mondjuk neki, hát járj közösségbe, ne maradj egyedül, mert a problémával nem egyedül kell maradni, hanem közösségben kell megoldani, el kell mondani másoknak. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy a közösségek tevékenysége, munkája háttérbe került, bizony azoknak a munkája is megtorpant. Milyen jó példák, jó megoldások, ötletek voltak a közművelődési szakemberektől, amiket esetleg mások is átvettek és közkincsét tettek? Meséljen, említsen nekünk egy párat. Mi indítottunk egy jó gyakorlat, tehát hogy nem csak, hogy el tudom mondani, hanem bárki meg tudja tekinteni, és le tudja ellenőrizni ezeket a jó gyakorlatokat, és akár meg is valósíthatja őket. Indítottunk egy olyan platformot, amelyen bárki bemutathatja azt a jó gyakorlatát, amelyet ő elvégez és ajánlja másoknak. Milyen jó gyakorlatokra gondolok? Egyrészt ugye az ünnepkörökhöz kötődő, ugye nemrégiben volt a húsvét. A húsvéti ünnepkörhöz kötődően nagyon sok programot készítettek. Díszítették az ablakokat, díszítették, volt, aki a villanyoszlop lábát díszítette ki a portája előtt, és gyönyörű díszítmények születtek, vagy tojásfát. Van olyan, Somogy megyében több településen keresztül húzódik, hogy mindenhol tojásfát látunk, mindenhol látjuk a díszeket a településeken.
vagy például gondoskodtak arról, ugye volt a pandémiának egy időszaka, amikor egymásról kellett gondoskodnunk, a legveszélyeztetettebbekről, az idősekről, és a művelődési házak felvállalták ezt a szolgálatot. Telefonon felhívták az időseket, kinek milyen gondja van, miben tudnának neki segíteni. De persze ezen túl ugye programokat is indítottak. Meseprogram volt, aki rendszeresen egy bizonyos napon 10 órakor odaült az online közvetítés elé, vagy a Facebook oldalára, és meséket mondott a gyerekeknek. Tehát mindenki megpróbálta azt a lehetőséget kihasználni, amivel élni lehetett akár az online térben, akár pedig már egy picit a térből kijöve. Ugye húsvétkor már nagyon éreztük, hogy a szabadban kellene lennünk. Ezért olyan sétát terveztek, ami tojáskeresés volt a településen, vagy ablakokat feldíszítettek, és akkor ezt egy verseny keretében hirdették ki az eredményeket, vagy lakásrajzversenyt hirdettek szint úgy a gyerekeknek, és az ablakokba lehetett kitenni. Tehát mindenfajta, vagy a művelődési ház ablakait, kirakatait használták fel, és ott jelentek meg festményekkel, képzőművészek, plakátokkal, különböző régi fotókat tettek ki a településről. Hát maradj otthon, de mégis igyekeztek bevonni a közösség tagjait. Így van, így van. A közösség így van. Életébe. Tartották velük a kapcsolatot. Igen, ugye hétvégén nyitunk, kinyitottunk. Milyen a nyitás? Mennyire kell óvatosnak lenni? Mi az, amit lehet, mi az, amit nem, és hogyan? Ugye nyilván óvatosan kell nyitni, de nyitunk, és örömmel mondom azt, hogy a művelődési házak látogathatóak. Ugye akinek már oltásigazolványa van, vagy már átélte a vírust, akinek már bizonyítottan tudja igazolni, hogy a vírus ellen védve van, illetve hát átesett rajta, az látogathatja a művelődési házakat. Azt mondjuk természetesen, hogy be kell tartani a szabályokat, tehát a művelődési házba is maszkban megyünk be, készfertőtlenítőt használunk, megpróbáljuk tartani a távolságot, mert azt gondoljuk, hogy ezzel is még a vírusnak talán az utolsó hullámait tudjuk majd bármilyen módon biztosítani, hogy ne érjen el. Vannak már személyesen látogatható programok, tehát föl tudtak készülni a szakemberek erre a nyitásra? Igen, igen. Tehát a május 10-e az egy nyitunk, az kimondtuk, hogy nyitunk, és azokon az alkalmakon már ugye az agórákban a művelődésre programok voltak, láttuk, hogy táncosok, versmondók kaptak helyet, vagy zene volt minden programon, és május végével már programokat látok a művelődési házaknak a honlapján, színházi előadásokat, koncerteket, kisebb, és ugye hát a közösségeknek a programjait már lehet látni, jönnek össze a közösségek, ami nagy öröm mindenkinek. Van-e olyan gyakorlat, ami a pandémia alatt alakult ki, és bevált, jól működik, és ezután is megmarad? Ez a szakkör.hu oldalunkat tudjuk említeni. Mi azt gondoltuk, hogy ez egy nagy segítség a pandémia alatt azoknak, akik valamilyen szakmát, valamilyen mesterségben akarnak elmélyülni, akár a gyöngyfűzés, akár a hímzés területén akarják megtalálni ezeket a szakmai fogásokat. Ez az oldal a kezdetektől egészen a professzionális műveléséig ennek a területnek vagy szakmának bemutat foglalkozásokat. De egyébként a repülőmodellezéstől egészen a csillagászatig, éppen a Kecskeméti Agórának is ilyen fajta programjai kerültek fel a szakkör.hu oldalára. Azt gondoljuk, hogy ez a szakkör.hu segített a pandémia alatt, és azt a lehetőséget is biztosítani fogja tudni, hogy közösséghez tudnak kapcsolódni majd, akik ezen a szakkör.hu-n közösséget keresnek, hiszen meg tudja mutatni, hogy hol van a környékünkön, a mi közelünkben ez a közösség. Mi az a pont, amiben a közművelődési intézet úgy érzi, hogy kihívás és segítséget kell nyújtani a jövőben a művelődésben dolgozó szakembereknek, ami esetleg mondjuk ez a helyzet irányította rá a figyelmet, hogy amin dolgozni kell?
Azt gondoltuk, hogy a képzés. Nagyon fontos, hogy a közművelődésben a legkisebb településen is legyen egy közművelődési szakember. Ebben a helyzetben is elindultunk, hiszen a pandémia alatt már megkezdődött a képzésük ezeknek a kistelepülési szakembereknek. Azt gondolom, hogy ez az első lépés, és utána pedig már ezeket a közművelődési szakemberei vált egyéneket kell segíteni a munkájukban. Köszönöm a beszélgetést, és örülök annak, hogy ilyen eredményekről tudtunk beszámolni ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm én is a meghívást. Baráti társaságok, munkahelyi közösségek, kicsik és nagyok ezrei tanulták már meg a Jeruzsálema című dalra készült tánckihívás lépéseit. Egy kecskeméti ruhaszalon tulajdonosa menyasszonyokat és szalagavatos lányokat toborzott a táncra, hogy általuk mutassa be és hívja fel a figyelmet arra, hogy a világjárvány idején ők is sokat károsultak. Menyasszonyok és szalagavatós lányok is részt vettek egy kecskeméti menyasszonyi ruhaszalon Jeruzsálema tánc kihívásán. A challenge lényege a boldogság bemutatása, ami akkor is jelen lehet az ember életében, ha semmije sincs, vagy ha olyan időket élünk, mint most a világjárvány idején. Az örömtánc egyben üzenet is. Összefogjuk a menyasszonyokat és a végzős lányokat, mert nekik is nagyon nehéz volt ez az egy év. Menyasszonyoknak nagyon sokszor le kellett mondani az esküvőjüket, a dátumot módosítani. Volt olyan menyasszonyunk, aki már harmadszorra, negyedszerre módosította, és igen, nagyon megviselte őket is lelkileg, és a végzős lányokat is, hisz csak a tanulásé volt a főszerep. Nem kapott a szórakozás, az életöröm most lehetőséget, mert elmaradtak a szalagavatók, ahol a gyönyörű ruhákba táncolhattak, és ezeket szerettük volna visszaadni, egy olyan örömnapot szerezni nekik, mint hogyha a szalagavatójuk lenne. Az idei végzősök a szalagavató mellett a bolond ballagásból, a szerenádból, a ballagásból és az utolsó évük együtt töltött pillanataiból is kimaradtak, így elengedhetetlen volt, hogy rájuk is gondoljanak. Végzősként elmaradt a szalagavatónk, illetve a ballagásunk, és nagyon megörültem ennek az eseménynek, hogy felvehettem a szalagavatós ruhámat, és átélhettem egy nagyon kicsit a szalagavatónak az élményét. A 2020-as év és a 21-es év eleje a házasodni vágyóknak sem kedvezett sok esetben, hiszen voltak olyan párok, akiknek többször is át kellett szervezniük, át kellett tenniük az esküvői időpontjukat. Én megszerveztem 2020 májusára egy 120 fős esküvőt, amiből természetesen ugye a helyzet miatt nem lett semmi. Majd október 22-én lett volna a második dátum, ami azonban szintén elmaradt ugyanígy egy kormány rendelet szerint, és talán most nyáron most már végre sikerül egy jó lagzit hozni. A Jeruzsálema című dalt már közel 400 millióan tekintették meg. Baráti társaságok, munkahelyi közösségek, kicsik és nagyok ezrei tanulták már meg a lépéseket, és töltötték fel a világhálóra videóikat. A kecskeméti menyasszonyok és szalagavatós lányok sora egy pumpáló szív alakját veszi fel a videóban. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. ...2022-ig 11 alapítvány és 12 egyesület összesen 347 helyi közösségépítő rendezvényt rendezhet meg, közel 250 millió forintos támogatásból. A civil szervezetek a közösségépítő Kecskemét helyi közösség segítségével valósíthatják meg a szakmai projektjüket.
Országos kiállítással és Molinó kampánnyal nyitottak meg szombaton délelőtt a tavaly ősszel bezárt közművelődési intézmények. A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított eseménysorozatot szombaton online nyitották meg. Több mint 1700-an látogattak el az elmúlt három napban a kecskeméti fürdőbe, amely május 14-én nyitotta ki újra kapuit. A fürdő összes szolgáltatása már igénybe vehető, azonban a létesítmény csak védettségi igazolvány birtokában látogatható. Hétfőtől, vagyis május 17-től ismét van személyes ügyfelfogadás Kecskemét megyejogú város polgármesteri hivatalában. Bajnok lett a KTE Piroska Szörp. Pénteken a férfi kézilabda NB1B keleti csoport 21. fordulójában a Kecskeméti Gárda a Pikszeged U22-es csapatát fogadta a Messzi István sportcsarnokban. A meccs döntetlen lett, a bajnoki cím azonban eldőlt, a KTE Piroska Szörp bejutott az NB1-be. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben. Számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. Viszontlátásra!